Ezen a helyen nemrég még 60 köbméternyi hulladék állt. Összesen 12-14 hasonló illegális szemétlerakó hely volt a városban. Most ezeket sikerült felszámolni. 60 város önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan idén is felszámolta az illegális hulladéklerakó telepeket. Azt kell tudni, hogy a költségvetésben el volt határolva egy összeg, amelyet erre fordíthattunk. Na, idén nagyjából 600 köbméter szemetet szállítottunk el 60 közterületekről, illetve 60 városhoz tartozó területekről. Hát én úgy gondolom, hogy ez a szám ez önmagában is mondja azt, hogy milyen mennyiségű munkáról és milyen mennyiségű szemétről van szó. Sajnos, hogy ennyi szemét keletkezik illegális. A szemetet szétválogatták és különböző legális hulladék elhelyező telepre szállították. Az a legnagyobb probléma, hogy bárhol, ahol megjelenik egy kupac szemét, utána pillanatok múlva egy hatalmas kupac szemét lesz, aztán pedig irdatlan mennyiségű szemét keletkezik ott. Az alpolgármester szerint a megoldás az lenne, ha 60-iak egy köbméter szemetet ingyen elhelyezhetnének a legális telepeken. Mikor megszűnt a 60 lakosoknak az ingyenes szemételhelyezés a szeméttelepen, azóta megnőtt az illegális hulladék a közületeken, és azóta ilyen mennyiségű szemetet kell kezelnünk. A megoldás nyilvánvalóan az lenne, hogyha a 60 lakosok ingyen továbbra is elhelyezhetnének egy köbméter szemetet a szeméttelepen, azonban ennek több jogi akadálya is van. Azonban az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a lehetőséget újra megnyissa a 60-iak számára.